Javított előrejelzésén a Nemzetközi Valuta Alap 2,3% lehet a magyar GDP bővülés. Magyarország jövő nyáron kikerülhet a bóvli kategóriából, és az Apple után az Amazon ellen is vizsgálódik az Európai Bizottság tiltott állami támogatások miatt. Ez a Privátbankár híradója délután 4 órakor. Köszöntöm Önöket, Balla Györgyi vagyok. A Nemzetközi Valuta Alap szerint lassulhat Magyarországon 2015-ben a gazdasági növekedés. Az IMF 2,3%-kal számol a szigorú monetáris és fiskális feltételek miatt, derül ki a szervezetország jelentéséből. Az előrejelzés még így is jobb, mint a tavaszi, a valuta alap akkor 2, illetve 1,7%-os bővüléssel számolt. Londoni elemzők szerint Magyarország jövő nyáron kikerülhet a bóvli kategóriából. A Merrill Lynch elemzői szerint ehhez az is kell, hogy a devizahitelekkel kapcsolatos vitás kérdések rendeződjenek. 3 devizahiteles ügyben halasztotta el az első fokú ítélet kihirdetését a bíróság. Ezúttal az UniCredit ingatlan leasing, az MKB autó leasing és a Focus takarék ügyében maradt el a döntés. Október 21-én és 22-én ül majd össze újra a bíróság. Bő 2 havi csúcsra kapaszkodott a forint az euróhoz képest délelőtt a bankközi devizapiacon. A 307-es szint érintése után azonban éles fordulat jött, a jegyzések 308-ig ugrottak vissza. Jelenleg is 308 forintot kell adni 1 euróért a bankközi devizapiacon. 254 forintot kérnek 1 svájci frankért és 244 forintot 1 amerikai dollárért. Most már biztos nem fizet osztalékot a Magyar Telekom. A csoport pénzügyi helyzete a jelenlegi működési és üzleti környezet miatt döntöttek így a vállalatnál. A hírre elkezdték ütni délelőtt a Telekomot a tőzsdén, a papír 1,4%-os mínuszban is járt. Most 1,1%-ot veszített a hétfői záráshoz képest az M-Telekom az értékéből, de 1,2%-ot gyengült az OTP is, a MOL 2, míg a Richter 0,3%-ot, tehát a hétfői záráshoz képest. Az Európai Bizottság vizsgálatot indított az Amazon ellen, mert az amerikai elkereskedelmi óriás állítólag illegális állami támogatásokat kapott Luxemburgtól. Ha ez bebizonyosodik, akkor az Európai Bizottság arra kötelezheti a céget, hogy fizesse vissza az így kapott pénzt. Az Apple ügyében korábban már így döntött a bizottság, de azt még egyelőre nem tudni, hogy milyen büntetést szab majd ki rá. Levelet írt az Európai Bizottság a spanyol egészségügyi miniszternek, amelyben magyarázatot vár arra, hogy az óvintézkedések dacára hogyan fertőződhetett meg egy madridi ápolónő az Ebola vírussal. Ez az első eset, hogy valaki Európában betegedett meg. Eddig mind Európában, mind az Egyesült Államokban csak olyan esetek fordultak elő, amelyekben a fertőzöttek Afrikában kapták el a kórt. Brüsszel most arra vár választ, hogy milyen hiányosságok vezettek az első Afrikán kívüli megbetegedéshez. Ennyi fért mostani hír összefoglalónkba, a Privátbankár híradó legközelebb szerdán délelőtt 10 órakor lesz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.